Kettő, azaz 2 évre eltűnt a kisfiú, majd a szekrény mögött találták meg. Skacok, nézzétek végig a mai videót is egészen a legvégéig, ma is aztán váratlan fordulatok lesznek. Sziasztok srácok! Én Viccelek vagyok és köszönt elek titeket a mai videóban. Ismét egy nagyon-nagyon érdekes témával készültem, ami pont kapcsolódik is az én egyik kedvenc filmemhez, a Mr. Nobody-hoz, amelyik számomra kiemelkedő műalkotásban pontosan azt dolgozzák fel, amikor a szülők elválnak és a gyermeknek egy kötelező választási helyzet elé kell állnia, hogy akkor most az anyukájával vagy az apukájával fog majd tovább élni. Úgyhogy írjátok meg kommentekben, bárki látta-e már ezt a Mr. Nobody című filmet, viszont akkor nézzük is a mai igaz történetünket, azt már most garantálom, hogy váratlan, fordulatos és elképesztő lesz ez az egész, úgyhogy kezdjünk is bele, feltéve akkor, hogyha már csaptál egy lájkot erre a videóra. Ugyanis tényleg mindenkit arra kérek, hogyha teheted, akkor légy szíves, nyomj egy lájkot erre a videóra, mert nagyon-nagyon hálás leszek érte, plusz ez rengeteget segít a csatornám életében. Úgyhogy ha gondolod, akkor ezt tedd meg. Most viszont akkor nézzük is a mai igaz történetünket. A mai sztori Shannonről és Mikeyről szól, valamint a közös kisfiúkról és annak eltűnéséről. Shannon Wilfong és Michael Cseklova nem éltek túl kiegyensúlyozott házasságban, azonban sok vita és ellentét ellenére a 2002-ben megszülető közös gyermekük miatt adtak még egy utolsó esélyt a házasságuknak. Egészséges fiúk született, azonban továbbra sem tudott jól működni kettejük kapcsolata. Ezért végül elváltak, és a kis Rickyre tekintettel kölcsönös megegyezést kötöttek, miszerint külön-külön felváltva fogják közös gyermeküket nevelni. Lehet hallottatok már korábban ilyen történeteket, az ötlet az volt, hogy 2 hétig egyik, majd 2 hétig a másik szülőnél fog élni a kisfiú. Azonban a logikus megoldás hamar ellenségeskedésbe torkollott, mikor Michael kiküldetésbe került. A férfi ugyanis 82 óta a Nemzeti Gárda tagja volt Nyugat-Frankfurtban, és bár tudta, nem lesz egyszerű dolga, mégis úgy találta, hogy katonaként kiküldetésben is szerető és gondoskodó apuka lehet. Amikor csak tehette, tartotta a kapcsolatot fiával, folyton leveleket váltottak, és már nagyon várta, hogy véget érjen a missziója, és újra láthassa egyetlen gyerekét. Azonban, mikor végre hazatérhetett a frontról, akkor váratlan és igencsak kellemetlen dolgok várták odahaza. Egy válás esetén az első és legfontosabb, hogy a gyermeket biztonságban tudják, tanácsadók és szakértők segítségével pedig ez könnyen elérhető is lenne, azonban a szülők nem kértek segítséget, Shannon pedig a lehető leginkább megnehezítette a körülményeket. 2007-ben Michael perre vitte az ügyet, ugyanis az ex-felesége nem tartotta be a közös felügyeletre vonatkozó megállapodást. A tárgyalása nem sokára sor is került, azonban a nő nem jelent meg rajta. Ekkor a bíró átmeneti gyámként a férfit jelölte ki, ugyanis a gyermekre valakinek muszáj vigyáznia továbbra is. Azonban a legnagyobb probléma az volt, hogy nem csak az ex-feleségének, hanem a gyermekének is nyoma veszett, így 2007. november 30-án eltűntnek nyilvánították őket. Sőt, mivel jogilag Michaelt tették meg gyámnak, így már emberrablásnak számított, ha Shannon tudatosan magával vitte a gyereket. Emiatt végül körözést adtak ki a nőre, azonban bár a férfi oldalán állt a rendőrség és a bíróság is, nem tudtak mihez kezdeni. Elkeseredésében legszívesebben az összes létező ajtón bekopogtatott volna, hát ha valaki látta a nőt vagy a fiát, de ez nyilván nem vezetett volna sehova, így pedig csak várakozni tudott a kétségbe esett férfi. Idővel híreket kapott, de sajnos nem azokat, amiket várt volna. Az eltűnt ex-feleségének anyja, Diane kereste meg a rendőrséget, hogy elmondja, korábban Michael bántotta Shannont és a közös gyermeküket. Erre azonban semmiféle bizonyíték vagy korábbi bejelentés sem volt, ezért csupán manipulatív és aljas trükköknek tűntek. Azonban itt nem állt meg Diane. Amennyire csak tudta, el akarta áztatni a férfit, és elkezdett mindenhova posztereket kiragasztani azzal az üzenettel, hogy Michael hazug, bántalmazta a gyerekét és a feleségét, és ők csak emiatt menekültek el, hogy biztonságban legyenek. Ez a kis trükk bár igencsak ördögi volt, és olyan szinten áthatott volna a férfinek, ami visszafordíthatatlan lett volna, végül pont, hogy segítségnek bizonyult. A rendőrök ugyanis arra jöttek rá, hogy Diane kapcsolatban kell, hogy álljon még a lányával, és együtt kellett, hogy kitalálják ezt a bosszút, és így pedig Ricky hollétéről is tudni kell. Emiatt végül házkutatást tartottak a nőnél, de sajnos semmi nyomra sem bukkantak. Egy időre a nyomozás mellékvágányokon futott, de szerencsére Michael sosem adta fel a reményt. 2 teljes év elteltével egy név nélküli bejelentő igencsak erős fülest adott a rendőröknek, miszerint muszáj átkutatniuk az egész házat, de ezúttal sokkal alaposabban.
Azonnal felélesztették a korábban félbehagyott ügyet, és ki is mentek egy újabb házkutatási engedéllyel, és hosszas, átható kutakodásba kezdtek. Sajnos azonban ismét nem sikerült semmit sem találniuk, viszont az egyik nyomozónak még éppen távozás előtt feltűnt egy furcsán falnak nyomott szekrény. Elhúzták hát a szokatlan bútort, és amit mögötte találtak, az hátborzongató volt. És hogy mit találtak a szekrény mögött? Elképesztő dolgot. Egy feliratkozást. Na jó, oké, azt hiszem ez egy gyenge poén volt, de ha már itt tartunk, akkor légy szíves, iratkozz fel, és folytassuk is a sztorit. Amit valójában találtak a szekrény mögött, az egy lyuk volt, ami egy 3,5x1,5 méteres sötét szobába vezetett, ahol Shannont és Rickyt találták. Ekkor került megállapításra, hogy Diane bizony titokban rejtegette a lányát és unokáját a saját házában. Azonnal intézkedtek a rendőrök, és természetesen eljárás alá vonták őket, ami azonban kifejezetten szomorú az, hogy 2 éven keresztül a kis Rickynek teljes elzártságban kellett élnie. Gondolj csak bele, milyen borzasztó lehet. Amikor a rendőrök kimentették a házból, már nem is emlékezett a külvilágra, és azonnal könnybe lábadt a szeme, mikor a friss levegőn végre hosszú idő után szabadon futkározhatott. A történet futótűzként terjedt a médiában, az összes hírportálon olvasni lehetett róluk. Shannont jogellenes gyermekszabadságának korlátozásával vádolták, anyját pedig bűnsegédlettel. Eleinte őrizetbe is vették őket, ám később szabadlábon védekezhettek, és együtt elkezdték kifordítani a történetet, mintha az apa lett volna a szörnyeteg, és a fiú valójában élvezte volna a bezártságban töltött időt. Erre nem voltak bizonyítékok, sőt a tanúként kihallgatott szomszédok még azt is hozzátették, hogy sosem látták a kisfiút a házon kívül, csupán furcsa hangokat hallottak néha abból a bizonyos házból. Habár az orvosi és pszichológiai felmérések alapján nem érte visszafordíthatatlan károsodás, azért igencsak nagy veszélyben volt Ricky, ugyanis depresszió, zárkózottság és személyiségtorzulás is kialakulhatott volna. Szerencsére azonban ez nem történt meg, mert még idejében kiszabadulhatott. Miután Diane és Shannon a Good Morning America műsorban adott egy interjút, ismét őrizetbe vették őket, és a férfi legújabb feljelentésének köszönhetően állandó és egyedüli gyának jelölték ki, ezért végre újra apaként vigyázhatott rá. 2011-ben alapos nyomozás után zárták le az ügyet, Shannont $1500 bírsággal és 2 év felfüggesztettel sújtották. Michael ezután leszerelt a gárdából, és egyedülálló apaként biztonságot és egészséges életmódot tudott biztosítani Rickynek. Azóta a kisfiú már iskolába jár, és jó úton halad afelé, hogy tökéletes, teljes értékű életet élhessen. Na most fiúk, lányok, ti mégis mit gondoltok erről az elképesztő történetről, és arról a nevetséges bírságról, amit a gyermekrabló nőre szabtak ki? Írjátok meg tényleg kommentekben a ti saját véleményeteket erről az egész történetről, én személy szerint azt kell mondjam, eléggé felháborító, hogy konkrétan 2 évet elvett a gyermeknek az életéből, még csak el sem hagyhatta a házat, mert attól félt a nő, hogy akkor meglátják majd és elkapják a rendőrök. És le fog bukni, hogy hát igen, ő egyedül akarja felnevelni a kis Rickyt. Szóval, hogy 2 teljes évig volt bezárva a kisfiú, konkrétan, mint hogy a börtönben lenne szó szerint, és az anyját pedig végül nem zárták börtönbe még egy napra se. Ugye a felfüggesztett, hogyha valaki nem tudja, teljesen leegyszerűsítve azt jelenti, hogy nem történt veled semmi, ugyanúgy élsz, mint eddig, semmifajta probléma nincsen, egyszerűen csak annyi, hogyha bármifajta rossz dolgot elkövetsz ismételten, tehát valamilyen büntényen rajta kapnak téged, akkor a korábbi felfüggesztett miatt hosszabb büntetést kapsz, mint amit amúgy kapnál. Szóval, hogyha mondjuk felfüggesztett alatt valaki gyorshajtásra ütöttél a kocsiddal, akkor sokkal durvább, akár 2-szeres büntetés is kaphatsz, mint egy alap gyorshajtással ütött sztori miatt. Értitek, azt hiszem. Sajnos egyébként hozzátartozik az igazsághoz, hogy ez volt a legmagasabb büntetési tétel, amit kiszabhattak erre a nőre, pontosan azért, mert ő volt a biológiai anyja ugyebár a gyereknek, ezért nem minősülhetett olyan szinten gyermekrablásnak, mint mondjuk egy igazi random az utcára elloptál valakit, és abban az államban pedig, ahol éltek, sajnos alapból is eléggé alacsonyak a büntetések, úgyhogy ez volt konkrétan a legnagyobb büntetés, amit kaphatott az előírtaknak megfelelően, ami szerintem tényleg nevetséges, mert hogy ez mi. Úgyhogy ja, írjátok meg, hogy ti lettetek volna bírók, akkor mit csináltatok volna? Én biztos, hogy legalább 2 évre ugyanúgy börtönbe zártam volna őt, mint ahogyan ő a gyerekével ezt tette, vagy simán akár még a duplájára, triplájára is, mert ugyebár a gyermekek ilyenkor a legesleg fogékonyabbak ilyen fiatalon, és konkrétan még iskolába se járhatott, úgyhogy ja, szerintem a 2 év az kevés, én minimum egy ilyen 6-8 évre börtönbe zártam volna ezt a nőt. Na de srácok, köszi szépen a figyelmet, mindenképpen csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rá, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és amint kövestek be engem akár Instán is, már csak azért is, mert mindig visszakövet.
veletek és visszalájkolok embereket. Én most megköszöntök a figyelmet, skacok, holnap is találkozunk egy másfajta videóban, addig is legyetek jók és sziasztok!